Belpolitikával folytatjuk a ma reggelt. Összesen 8 főpolgármester jelölt vette fel az ajánlóíveket, hogy aláírásokat gyűjtsenek az október 13-ai önkormányzati választásokra. Itt a közmédiában mi is bemutatjuk őket, ahogy azt már az elmúlt napokban láthatták. Ma elsőként Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a vendégünk. Barna, parancsolj! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok! A múltkoriban egy interjúját hallgattam, melyben azt mondta, hogy az önkormányzati választásoknak az a tétje, hogy a helyben ismert és elismert képviselők, melyek nem biztos, hogy politikai pártok által támogatottak, vagy nem is tagjai a pártnak, kerüljenek előtérbe. Akkor ön miért tartja fontosnak, hogy a Munkáspárt nagyon sok helyen vidéken is elinduljon, képviselőjelölteket állítson, vagy ön, mint főpolgármesterjelölt elinduljon? A Munkáspárt programja 30 éve ugyanaz. Mi az embereknek akarunk segíteni, az emberekkel együtt, az emberekért akarunk tenni. Ez igaz Budapestre, igaz a vidéki városokra. Mi úgy érezzük, hogy ebben a választásban, akár az egyik oldalt, akár a másikat nézzük, nem az emberekért akarnak küzdeni. Hatalmi pozíciók megőrzéséről, vagy hatalmi pozíciók megszerzéséről van szó. A Munkáspárt azokhoz szól, akik elégedetlenek a kormánypártokkal is, de elégedetlenek az ellenzékkel is. Egyszerűen nyugodt életet szeretnének, és azt akarják, hogy mi segítsünk. Ha mi oda kerülünk, segíteni fogunk nekik. A Munkáspárt milyen Budapestet képzel el? Mi olyan Budapestet szeretnénk, ami tiszta. A ma nem tiszta sajnos a város, olyan város szeretnénk, ahol nyugalomba tudunk élni, ahol a rendőr nem fél attól, hogy rászóljon akár a cigányra, akár a magyar lakosságra, hogyha megsérti a törvényt. Olyan várost akarunk, ahol harmonikus a közélet, ahol nem egymást gyilkoljuk, nem árkokat ásunk a különböző pártok között, hanem az ország és a város fejlesztéséért dolgozunk. Ma én azt látom, hogy az ellenzék nem választásra készül, hanem polgárháborúra. Borzalmas a hangulat a városba, kiélezett. Mi arra kérjük az embereket, hogy jöjjenek el, támogassák a Munkáspártot. Én látom azt, hogy nagyon sok ember odajön hozzánk, és azt mondják, hogy ti vagytok az egyetlen józan baloldali párt. Hát akkor gyertek ma a Szénatérre, holnap Cseperre, és holnap délután a Szénatérre, és támogassatok. Nagyon sokan jönnek, akik azt mondják, hogy ismertük a fiadat, nagyon jó cikkeket írt, és szerettük őket. Hát ez ma már kevés. Ma alá kell írni, ha a Munkáspárt ott lesz azok között, akikre valóban szavazni lehet, és rám szavazni lehet, akkor talán tudunk segíteni abban, hogy ez a város fejlődjék, ez a város nyugodtabb és szebb legyen. Ha már ezt szóba hozta az aláírás gyűjtési éveket, 9-ig lehet gyűjteni, délután 4-ig, ha jól emlékszem, hétfőig. Önök hogy állnak vele? Hát én arra kérek mindenkit a médiában, hogy az igazat mondja, és az emberek meg értsék meg az igazat. Hétfőig lehet gyűjteni, hétfőn kell leadni. A Munkáspárt még nem adta le, és azért nem adta le, mert még nincs meg a szükséges 5000 aláírás. Ezért kérünk mindenkit, hogy a hátralévő napokban jöjjenek, és támogassanak bennünket. Kérjük a baloldali szavazókat is, hogy higgyék el, hogy a baloldal színe nem a sárga. A baloldal színe a vörös, és jelenleg sajnos nem a vörös, és még csak nem is a rózsaszín van, hanem a sárga. Ne higgyenek nekik. Most az irigységre gondol és a vádaskodás? Nem, karácsonyos színére, és arra a sárga színre, amit ugye Hongkong és egyéb városok után Budapesten is megpróbálnak bevetni. Hát látni, hogy itt miről van szó, megdönteni ezt a fennálló rendszert, megdönteni a kormány, megdönteni a polgármestervel, és helyébe pedig ugye a szabadrablásba részt venni. Ebben nem lehet egyetétlen. Nyugodt városra van szükség, és abba segítsenek, hogy tényleg az emberekkel, az emberekért tudjunk tenni. És ebben a Munkáspárt az, ami valóban új baloldali erőként, nemzeti baloldali erőként tud fellépni. Amikor arra célzott elnök úr, hogy a ellenzék egy része polgárháborút akar, abban gondolkodik, persze nyilván ennek a mélységéről is lehetne beszélgetni, arra is gondolt, hogy az ellenzéki pártok egy része nem is önkormányzati választásokra koncentrál, hanem úgy tekinti, mint egy véleménynyilvánítást a kormány munkájáról? Hát tehát pontosan, kvázi, mint a országgyűlési választás lenne? Pontosan erre gondolunk. Hát akik vezénylik ezt a kampányt, azok tudják, hogy ez nem parlamenti választás, ez önkormányzati választás. Nem lehet leváltani a kormányt, ez nem erre való. Ezért a céljuk
végül is az, hogy aláássák a stabilitást Magyarországon, és föllépjenek mondjuk az olyan nagy programok ellen, mint a gyermekvállalás, a családok támogatása, a városépítés. Ezt meg kell akadályozni, nem rombolásra van szükség, hanem építésre, és ma a baloldalon ezt egyedül a Munkáspárt képviseli. Ha jól számolom, de ha nem jól mondom, akkor elnök úr majd kijavít. A fővárosban azt hiszem 8 kerületben állítottak polgármesterjelöltet is. Miért csak 8-ban? Fókuszálni gondolták ezeket a körzeteket? Hát a Munkáspárt természetesen nem minden kerületben egyformán erős. Mi megfelelő szintű embereket szerettünk volna állítani, és azt gondolom, hogy néhány kerületben érdemes a Munkáspárt jelöltjeire odafigyelni. Én ilyennek tartom a Ferencvárost, ilyennek tartom Csepelt, ilyennek tartom Újbudát, és ilyennek tartom Újpestet is, ahol egyébként a Munkáspárt székel. Jöjjenek és írják alá, támogassák, hogy valóban legyenek polgármester jelöltjeink, és ami nem kevésbé fontos, hogy a főpolgármesteri szék elnyerésébe is bele tudjunk szólni. Még van 2-3 napunk, én ott leszek a városba, lehet ránk aláírást adni és támogatást adni. Amikor... És még azt is elmondhatjuk, bocsásson meg, hogy minden állampolgár több pártot ajánlhat. Sajnos az ellenzék azt terjeszti, hogy nem lehet csak egy pártra. Nem igaz, hazugság, több pártra, több személyiségre adhat minden állampolgár ajánlást. Amikor elnök úr azt mondta, hogy főpolgármester jelöltként programjában azt szerepel elsősorban, hogy élhetőbb Budapest legyen. Ez mit akar az önértékrendje szerint? Ez az élhető Budapest, ez igazából nem a mi jelszavunk, mert szerintem Budapest ma is élhető. Mi olyan Budapestet akarunk, ami tiszta, olyan Budapestet akarunk, ahol jók az utak, minden dicséretet, amit adunk Tarlós úr címére, emellett hozzá kell tenni, sajnos az utak nem jók. És mondok egy teljesen egyszerű példát, az emberek azt mondják, igen, jön a hölgy, aki a kisgyerekével, hogy vigyem le a metróba a gyerekkocsit, hogyha nincs semmi eszköz arra, hogy le tudjam vinni. Tehát segíteni kell az embereknek. Még abban is segíteni kell, hogy legyenek illemhelyek a városban, ma nincsenek. Én most járom a várost, ugye gyűjtjük az aláírásokat, és bizony, ha a WC-re kell menni, akkor van, ahol 200 forintot, van, ahol 300 forintot kell fizetni, de mondjuk Csepelen 30.000 forintot kell fizetni, mert ha véletlenül valaki a bokorba végzi el a dolgát, akkor a rendőr megbünteti. Nem büntetésre van szükség, hanem nyilvános illemhelyekre. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.